Nagyjára elején konzultáltunk a Mástart vezetésével, a kocsivizsgálók LVTK telefonjával kapcsolatos problémákról. Gyakorlatilag azon kívül, hogy a tervezett viselési módja megütközést váltott ki a kollégákból, hiszen egy ilyen karórához hasonló módon kellett volna ezt a nagyméretű okostelefon méretekkel vetekedő szerkezetet a hordaniuk, és hát abban bevinni az adatokat. Ez váltott ki némi debültséggel vegyes megrökönyödést a kollégákból. Ami hát ugye nem csak furcsa, hanem hát balesetveszélyes, illetve hát magára a készülékre nézve is sem biztonságosnak ítéltetett. És ezért hát úgy gondoltuk, hogy ezeket a kérdéseket megbeszéljük, megvitatjuk a munkáltatóval. Most aztán menet közben kiderült, hogy hát itt nem csak ezek a problémák, hanem rengeteg adatátviteli, használati kérdés is felvetődött. Egyszerre kifagynak a készülékek, tehát nem tudják a kollégák ezek az adatokat bevinni. Igaz, hogy most még kísérleti jelleggel üzemel ez az egész, de hát november 1-től tervezetten az életbe menne. És hát ezzel kapcsolatban azért komoly magályok vannak. Mindenesetre megállapodtunk abban, hogy a készülék elhelyezését illetően keresünk a megoldást. Szerettünk volna övtáskát, vagy valamilyen más biztonságos elhelyezést keríteni ennek a készüléknek, hiszen ennek az értéke is jelentős, tehát amennyiben ez sérül munkavégzés közben, szerettük volna annak még a lehetőségét is elkerülni, hogy a kollégákat ezért hibáztathassák, illetve hát valamifajta részkártérítésre közelezhessék. Na most ebben a dologban azért előre léptünk. Most jelenleg a munkáltató kérdőíveket küldött ki a kocsivizsgálati telephelyekre, ahol fölmérnék az igényeket, hogy ki az, aki övtáskát szeretne, ki az, aki esetleg valamilyen karabineres, nyakbaszható megvallást, tehát ez a dolog bemozdult. Valószínűleg majd a végleges megoldás az az lesz, hogy a kocsivizsgálóknak a ruházati pont keretét egy bizonyos pontszámmal megemeljük, és majd a kollégák eldöntik, hogy válasszák ezt a övtáskát, vagy valami más számukra kedvező megoldást találnak a telefonnak a szolgálat közbeni kezelésére, viselésére, hordására. De nem javult a helyzet az adatátviteli területen se, úgyhogy a konzultációt kezdeményező, illetve folytatást kezdeményező levelünket már megküldtük a munkáltatónak. Szerintem jövő héten, maximum az követő héten újra napirendre kerül ez a kérdés. A startos történések közé között érdemes megemlíteni, hogy a mai nap folyamán a szakszertük személyszállítási utazó tagozatának a vezetője keresett meg, hogy elkezdték osztani Záhony térségében a új egyenforma ruházathoz tartozó jegyvizsgáló táskákat. Ezzel kapcsolatban a startos KMVB vizsgálódott, illetve hát véleményt alkotott, hiszen bemutattak nekik háromféle táskát, és ezek között volt olyan, ami messzemenően megnyerte mindenki tetszését, praktikusnak tűnt, jobb és balkezes, minden elfért volna benne. Tehát ez valami jelentéktelen összeggel többbe került volna, mint amit sikerült végül is beszerezni. És hát most még ez terítés alatt áll, tehát itt momentán már jelentkezett az a probléma, hogy tépőzáras, a rögzítése, adályok vannak, hogy ez a termelés hogy fogja bírni, illetve hát elég rövid és ilyen faramuci, hasitasi-szerű táskának tűnik, hát ami egy kicsit komikussá teszi az esetleg termetesebb vagy pocakos kollégákon ennek a viselését. De most ez a jelenség tulajdonképpen még nem tömeges a panasz, majd meglátjuk, hogy ez a dolog alakul, és kell ezzel valamit csinálnunk. Azt hiszem, hogy kell. Itt a probléma megint az, hogy lett volna egy nagyon klassz francia mintájú táska, amiben minden elfért volna, minden klasszul, és körülbelül ez hálózati szinten az összes táskának a beszerzési árát megemelte volna 100 000 forinttal. Hát ez úgy leszik valakinek sok volt. És maradt az olcsóbb, de gyengébb verzió.